gyönyörű zöld dresszben, csinosan. Egy kicsit szeretnénk, ha többet mosolyogna majd, de hát nagyon koncentrál már Zsófi. Biztos, igen, ilyen nagyon odafigyel már, de azért most azért egy kicsit... Már biztatóbb ez biztatóbb a mosoly. Biztatóbb ez a mosoly, igen. Fantasztikus. Mal ide a szerenkénti döntőkbe ugráson, és talajon pedig a hatodik legjobb pontszámmal láthatjuk, az lesz majd a negyedik szer a női tornászok szerenkénti fináléjában. Hú, mekkora szuplé, micsoda tempó. Milyen dupla csavar lesz ebből? Nagyon jó. Hát nagyon reméljük. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon biztató ez így most előzetesen Zsófitól. Renka János még most. Most megkapja a zöld jelzést. Mehet. Gyerünk, Zsófi. Hú, mekkora ugrás, gyönyörű volt. Fantasztikus. Jaj, de jó, Zsófikám, szuper vagy. Maros Ede, soha is. A válogatott gyúrója, ő is megkönnyebbült. Nagyon jó volt. Ilyenkor mindenki minden idegszálával azon van, hogy ott legyen a versenyzővel, és segítse bármilyen szinten is. Nézzük lassításban is ezt a fantasztikus ugrás Zsófitól. Teljesen zárva a lába, egyenes a teste, lehet látni, ő nem bicskázik le, ő hozza le a lábát az érkezéskor, olyan magasra emelkedik a lóról, hogy teljesen egyenes testtel fog talajt. Látják, hol a törzse, mennyire fönt van? Gyönyörű. Gyönyörű. Ahogy kell. Egy nagy könyve meg van írva, gyönyörű a tartás, szépen, puhán, bravo Zsófikám, ilyet, még egy ilyet. Ilyen. És nem lesz gond. Akkurátusan készülődik Kovács Zsófi. Fél szemmel figyeli a igen, a 2020-as Európa-bajnokságon volt aranyérmes ezen a szeren, 14,2, nagyon magas pontszám Zsófi neve mellett. Többet kap, mint a selejtezőbe. Ugye nehézségi foka ugye 5 volt. Igen, ennek de a kivitelt picit magasabbra értékelték. Ha jól látom, igen. Igen. 9-2-re. Gyerünk Zsófi, gyerünk Zsófi. Csak így tovább, Zsófi. Nagyon-nagyon gyönyörű. Gyönyörű, igen. Ő is érzi. Végre egy kis felszabadult félmosoly. És végre. Összeölelkeznek. Jaj, edző és tanítványa. Micsoda feszültségekkel teli napok után. Végre egy felszabadult, boldog mosoly, és tudja, hogy ez magas pont lesz, Zsófitól. Jó lesz. De jó látni ezt most Zsófitól, hogy mosolygott Istenem, is, és jól érezte magát. Ilyen megpróbáltatások után is, ilyen helyzet után, hogy ennyit kellett várni. Annyira bíztam benne, hogy erre képes. Gyönyörű, zárva a lába, megy a sarok, félfordulat. Gyönyörű, csodaszép. Nagyon szép. És lehet látni, hogy ez az az ugrás, amit fölmutattak, ami abból a pontszámból indul. Ezért volt az, hogy a brit lánynak leértékelték, mert nem ezzel a testtartással, ezzel a testhelyzettel hajtotta végre. Viszont Zsófi igen. Ami számunkra nagyon nagy öröm, úgyhogy taps innen is. Balázs Bernadett is megtapsolta Zsófit a szőnyek szélén, és Trenka János pedig. Hát ez mesteri volt. A mester, igen. Aki a mester tanítványát köszönti, és Zsófi végre, pedig. Jaj, de jó, hogy nagyon szeretjük ezt az arcát mosolyt. Látjuk, igen. 13,666 ezredet kapott Zsófi, amivel természetesen az élre ugrik, és már csak ketten vannak hátra majd. Nem hiszem, hogy gond lehet, de hát várjuk meg a verseny végét. Camille Rasmussen. Fú, de jó, 933, rátettek több mint egy tizedet. Igen, gratulálunk, Zsó, gratulálunk, Jani. Szeretettel gratulálunk tehát Kovács Zsófiának, a kétszeres Európa-bajnoknak, aki most már háromszoros Európa-bajnok, és 2 éven belül megismétli ugráson, és a dobogó tetejére tud állni ezen a szeren, ilyen megpróbáltatások után, és sérülés ellenére is fantasztikus produkciót nyújtott. Renka János is átöleli, nagyon jól látni mester és tanítványának a közös munkának a gyümölcsét, ezt az aranyérmet most itt. Nagyon örülünk Zsófival együtt, és az egész magyar csapattal együtt gratulálunk tehát. Igen.
A díjátadó is hamarosan majd következik, eredetileg ugye 15 óra 2 percre volt már kiírva, de ez természetesen most változik. Módosul. Ez egyelőre mi most itt a gépen nem látjuk, hogy mennyivel, de hát nem kell sokat várni. És itt pedig nagyon szemedgyönyörködtető, hogy kiírták, hogy Kovács Zsófia az Európa-bajnok, mindenki neki gratulál, és hát Kovács Zsófia háromszoros Európa-bajnok most már. A magyar tornasport egyik nagy büszkesége az utóbbi évek, egyik legnagyobb klasszisa. Óriási. Csodálatos. Igen. Itt láthatjuk, hogy kezdik aztán, annak is lesz eredményhirdetése majd. Igen. A gerenda. Tehát tud pihenni, Zsófi, hogy nyugodtan rá tud készülni a talajra, szép nyugodtan tud melegíteni a melegítő terembe. És mindenki őt tapsolja, őt ünnepli a müncheni csarnokban. És itt pedig Berki Krisztián és Altorjai Sándor. Berki Krisztián, ugye olimpiai bajnokunk, a Magyar Tornaszövetség sportigazgatójaként delegált erre az Európa-bajnokságra, és mellette ott volt a delegáció vezető Altorjai Sándor is, a Magyar Tornaszövetség főtitkára. Itt pedig a gyönyörű aranyérem, egy nagyon impozáns, nagyon szép elegáns érem. Elegáns, igen. Jól áll Zsófinak ez az aranyszín. Most pedig meghallgathatjuk a himnuszt. Megkapták a virágot is a lányok, illetve Szia de Mátó, nagyon helyesen odaáll. Nagyon vicces lesz. Igen, de aranyos. És ott közben azért az aggódás ott van Szia de Mátó edzőjének az arcán. Nagyon helyes. Mulatságos, de akkor helyes kép. Befogadták a lányok. Is lép, igen, az úr, hogy csak a hölgyek legyenek ott. Mi pedig akkor csodáljuk Kovács Zsófia aranyérmét, és itt a francia lány is ott van természetesen, aki a bronzérmes lett a női ugrás döntőben. Kedves nézőink, hamarosan visszajövünk, most azonban egy kis szünetet tartunk. 2020 után ismét Európa-bajnok lettél ugrásban, és azt mondtad itt az elmúlt napokban, hogy a korlát miatt nagyon szeretnél bizonyítani. Hogy érzed, ez most sikerült? Úgy érzem, hogy mindenféleképpen. Nagyon vártam már ezt az utolsó mai napot, hogy megmutassam, hogy igenis ott a helyem a dobogón, és tényleg, úristen, nem is tudom, hogy mit mondjak, nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy sikerült ezt a két ugrást szépen bemutatnom. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen nehéz döntőd, mert ugye pont előtte történtek a sérülések, legalább 20 percet várnod kellett, de szerencsére melegíthettél újra. Az azért segített ebben a helyzetben? Igen, mindenféleképpen jó volt, hogy azért újra föl tudtunk menni, és megfogni a lovat, és tényleg újra bemelegíteni. Hát tényleg nagyon nehéz volt, úgyhogy teljesen ki kellett kapcsolnom, hogy most mik történtek előttem, és csak magamra koncentrálni. Még hátra van egy talajdöntő, úgyhogy utolsó kérdés. Nagyjából 12 000 szurkoló van itt az arénában. Hogyan tudod ezt kihasználni? Hát nyilván, amikor fönt vagyok a szeren, akkor próbálom ezt mellőzni, hogy tényleg őket kizárni, és csak magamra koncentrálni. Ugye azért hallom a magyarok hangját, ami nagyon jó érzés, úgyhogy tényleg egyben jó ez is, hogy azért szurkolnak nekem, nagyon jól esik.